Ezek a felvételek még tavaly készültek a Pécsi Egyetem Moonbike akcióján. Ennek célja, hogy a résztvevők akkora távolságot tekerjenek össze, mint amennyi a Föld-Hold távolsága, vagyis 384.400 kilométer. Aki kapcsolódik a programhoz, egyetemi ajándéktárgyakat nyerhet. A projekt az 80 napig tart, tehát addig gyűjtjük a kilométereket. Jutottunk már bőven 1 millió kilométer fölé is egy ilyen nyári időszak alatt. És hát én bízom benne, hogy nagyon sokan kapnak majd kedvet, hogy kerekezzenek, akár velünk a közösségi kerekezésen, akár önmagukban is beküldjék a kilométer számot, hiszen minden héten lesznek ajándékok, amiket kisorsolunk. Ezen az egyetemi oldalon lehet nyomon követni, hány kilométert tettek meg a résztvevők, illetve itt tölthetik fel a saját megtett kilométereiket. Nem ragaszkodnak a hagyományos kerékpáros teljesítéshez, így akár otthon vagy edzőteremben is gyűjthetők a letekert méterek. Vagy valamilyen szoftver, amit általában a biciklisek rögzítik, hogy milyen kilométert mennek, vagy a saját kilométer órájuk állását kell rögzíteni, de lehet szobakerékpáron is teljesíteni, vagy spinningelve is teljesíteni kilométereket. Ott a értelemszerűen azt a megtett kilométer számot kell lefotózni és beküldeni, és a rendszer az rögzíti minden személyhez köthetően is, illetve összességében is, hogy éppen hol tartunk, tehát a weboldalon, illetve a Moonbike Facebook oldalán is. Június 4-től lehet csatlakozni az idei kihíváshoz az egyetem Moonbike oldalán. Külön kategóriákban versenyezhetnek a résztvevők, a középiskolások, a pécsi egyetemi dolgozók, a magyar egyetemi hallgatók, illetve mindenki más, aki nem fér bele az előző három kategóriába. Fődíjként kerékpárokat, informatikai eszközöket nyerhetnek a résztvevők.